Az elmúlt évek trendje, hogy dinamikusan nőtt a fogyasztási hitelek, azon belül is a személyi kölcsönök folyósításának száma. A személyi kölcsönt a legegyszerűbb igényelni, nem kell hozzá ingatlan felezet, csak igazolni kell a jövedelmet, és annak mértékéhez képes lehet megterhelni a havi nettó fizetést a törlesztő részlet maximum 50%-áig. A jellemzően alacsonyabb hitelösszeg miatt a futamidő rövidebb lesz, a fedezetlenség miatt pedig magasabb THM-mel kalkulálhatnak az igénylők. A lakáshitelekhez képest viszont előnyös, hogy a felvett hitelösszeget bármire el lehet költeni. Jelentősen megnövekedett a személyi hitelek és személyi jellegű hitelek iránti igény. Hát az egyik az, hogy több család bevételi forrását veszélyezteti a koronavírus járvány, és ezek a családok, tehát nyilván keresett csökkenés, vagy munkahely elvesztése, vagy átmeneti szüneteltetése, tehát ezek mind olyan jövőbeni kilátások, amelyek bizonytalanná teszik sok család pénzügyi stabilitását. Na most a pénzügyi stabilitás fenntartásának az egyik módja az, hogy hitelt vesznek fel. A közgazdász hozzátette, bizonyos célok megvalósítására is az 5,6%-os THM melletti hitelfelvétel az egyik legkedvezőbb megoldás, de jelentős igény mutatkozik a babaváró hitel iránt is, amely egy olyan kamatmentes támogatás, amelyet a harmadik gyermek születésétől ráadásul elenged az állam. Kedvező feltételt teremtett a kormány. A rendelet szerint mindig a jegybanki alapkamat, mindenkori jegybanki alapkamatot 5%-kal lehet növelni a THM számítása során. Tehát a korábbi 18-20%-os THM-ek helyett nagyon kedvezően indult 5,9-el, de időközben két esetben már a moratórium időszakában már két esetben csökkentette a Nemzeti Bank a jegybanki alapkamatot, egyszer 0,9-ről 0,75-re, most pedig 0,6%-ra. Tehát ezek a 5,6%-os THM-mel személyi kölcsönt felvenni, az kecsegtető az ügyfelek szempontjából. Az MNB 2020. július végén publikálja a minősített fogyasztóbarát személyi hitelminősítési feltételrendszert, az egyes pénzügyi intézmények ilyen termékei pedig 2021. január 1-től lesznek elérhetők a piacon. A koncepció célja az árazás szabályozásán keresztül a piaci verseny ösztönzése, a fogyasztók magasabb szintű védelme és a teljes körű online hitelnyújtás feltételeinek kialakítása a kényelmes hitelfelvétel biztosítására.